Gyakorlatilag ez a gépészeti része, ami ugye ezt üzemeltettem. Itt a fűtőrészek voltak, meg ha ott benézel, tehát például az a rész, van mögötte egy ilyen 30 méteres medence. Tehát ez a bunker funkciónak megfelelően ugye volt egy ilyen víztartaléka gyakorlatilag az objektumnak. Hát itt is egyébként, hogy ez lefelé, alattunk van még egy szint végig. Tehát a folyosón, ahol bejöttél, ott van egy légcsatorna szint, ami kimegy a tó vízszintjére. Hát itt meg lefelé már le lehet menni, ez gyakorlatilag egy szinten lejjebb vagyunk. Itt van az elszívó ventilátor, a légcsatornák itt kezdődnek, mert gyakorlatilag ugye, amit ott láttunk, ilyen levegő technikai dolgokat, azok itt ilyen, itt lépnek ki, meg lépnek be, meg itt be lehet menni takarítani. Tehát itt van ilyen ajtó, az már maga a légcsatorna, tehát azokat táplálja az a gép, ami fent van. Ez volt az elszívó, az volt a befúvó része, ez az elszívó része. Tehát amit elszívott a teremből. Itt mindenhol ilyen kisebb ilyen gépészeti dolgokat így bezsúfiztak ide. Most ez a részlet, ez volt a villamos elosztó. Akkor a villamos elosztóban itt annyi volt a trükk, de úgy látom, hogy ez is megmaradt, hogy az egyik ruhatárat azt úgy csináltuk, hogy itt volt ez az eredeti villamos elosztó, amit a honvédségnek gyakorlatilag a hegyről, Miskolc felől volt egy betápja, meg a hegy felől, Dédestapolcsány felől egy komplett betáp. Tehát egy mit tudom én megtudom. És valami szörnyű volt. 4x400 amper, valami saját drótjaik voltak, és akkor ebbe annyit tettünk, hogy magában elsőben, ez már egy ilyen második ilyen kényszer ruhatár volt, mert ugye annak idején ezt mi elkezdtük nyáron, és akkor ugye a télézében ott már ugye egy olyan mennyiségű ruhatár kellett, ami aha, befestették a graffitiket, aha. Egy végig graffiti volt igazából, és hogy bejött el, az viszont az eredeti vastra vezetett a dekoráció pulton. Tehát, hogyha a bejöttél, ezek itt a vizes blokkok gyakorlatilag, és ugye tehát a fő irány az volt, hogy bejöttél, itt volt egy ruhatár, egy ilyen megálló rész, és ugye ott bemehettél a fő részbe gyakorlatilag. És viszont annak idején például ezt, hát ez se így nézett ki, tehát nem egy ilyen kicsit az ilyen ez a neon, ez nem a mi stílusunk volt, ez már utána valaki, aki próbált, hogy le volt peregve a fal, és akkor egyszer valakinek volt egy jó ötlet, hogy akkor hagyjuk meg mindenképpen lepergetre, és akkor így végül is így. Ezt a salétromosodásos dolgot, ezt ugye így tudtuk megoldani. Akkor végül is hát ez a dizájn, ugye ez akkor ilyen nagyon menő volt, meg utána nagyon sokan. Hát ez ahogy szokott alakulni, ugye egy nagy hely után mindig jönnek a kicsik, és akkor hogy mentek ki kulitját, mit tudom én a következő, de akkor mindenhol ilyen volt a trapasz. Hát itt még van fönt, ott jobbra is volt egy táncparkett, ott hátul is volt egy táncparkett a másik helységben. Tehát itt a környéken mi voltunk az első olyan üzlet, ahol volt két vagy három dancefloor. Hát az mindig így fejeltük meg ugye azért, hogy vettünk ugye szombaton két fellépőt, akkor vett más is, akkor vettünk pénteken egyet, szombaton kettőt. Hát a műsorszervezőknek mi voltunk az állam. Mi, akkor ez 95-96-ban a piacot mi húztunk föl így, hogy ilyen péntek 2, szombat 3, ugye a csúcs hely. Hát itt akkor nem nagyon volt. Tehát ekkor a hely, itt a környéken Polgár volt, meg Ózdon a Rio. A Rio az korábbi, mind a kettő korábbi hely volt, tehát lehetett mihez menni, tehát hogy mit kéne még csinálni, de alapvetően sajnos, hogy a hely nagyon sok mindenbe behatárolta az ötleteket, de szerintem ki tudtuk használni maximálisan. Hát próbáltuk itt akadni, hogy beépítettük az egészet. Itt inkább olyanok vannak, hogy mivel ez egy 42 méter hosszú, azt hiszem ez a helység, itt mondjuk akusztikailag voltak olyan problémák, amikor legelsőre megszólalt a technika, akkor volt vagy 5,5 másodperc lecsengés a teremnek, tehát egy katedrális csimán megvert. Tehát még most is úgy van, hogy ha! Itt most is van, vagy három.
És azért van ez a geotextil rajta, ez fogott rajta, vagy 3 másodpercet legalább. Ez az át, tehát ez gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy van itt egy ilyen, igen, tehát van egy ilyen 40 méter hosszú csarnokod, meg van attól 10 méter egy másik ilyen 40 méter hosszú csarnok, és a kettő össze van kötve a földszinten is két folyosóval, meg fölötte ugyanazon a vonalon, egy gyakorlatilag így fut alattunk a másik folyosó. Hogy hát igazából a fő csapás az ez volt, még itt álltak ugye baromi sokan, mert ugye itt a nyitó bulin ugye a Sonvajos barátunknak a kedvese, aki akkor volt kedves egy kubai táncos hölgye. Juanita hozott még magával egy másik lányt, meg egy fiú. És hát azért mondjuk a 3 kubai, amikor itt felkeverebben volt, ezen volt világítás. Tehát sötét volt, ugye, és akkor felmentek a ketrecbe, és akkor Tócsa mesélte, hogy ő még nem látott diszkóba ilyet, hogy az első 300 tomboló ember az így szinte megállt, amikor hogy így meglátták a 3 kubait a ketrecbe, az a nyitó buli, így, és így maradt mindenki egy ilyen fél percre, a legnagyobb örjöngésből közepette. Tehát amúgy ez egy ilyen, hát eleve a ketrec is jó volt, ugye a kubaiak is jók voltak, csak aztán az úgy lekopott. Nem volt olcsó igazából az ott. Ilyen extrára az egyéves születésnapi bulin azon gyakorlatilag megfejeltük a nyitó bulinak a létszámát, de ami nagyon kedves volt, ugye, hogy például ugye az akkori konkurencia Juno, ugye Papónak mindig ez volt a szlogen, hogy nem akarunk-e még egy ilyen nyitó bulit csinálni, mert ugye Szücsivel meg Tócsával az egy borzasztó jó választásunk volt, hogy meg tudtuk őket nyerni ugye az ügynek, és tényleg szívvel lélekkel magát előtte a rádió reklámot, a marketinget is ők ugye szívvel lélekkel csinálták, és az olyan jól sikerült, hogy ide tényleg akkor, ha be lehetett volna engedni a nyitóbulin 4000 embert, akkor ide 4000 ember bejött volna. Mert mindenki el akart menni diszkóba, és ugye ez azt okozta, hogy utána, aki ide nem fért be, az akkor is el akart menni már diszkóba szombat este, mert ugye benne volt a láz. És a Junóban, amikor nálunk ugye egy nyitóbulin tele volt a ház 2-3000 ember, a Junóban volt 1000 ember aznap este, vagy 900, vagy nem tudom mennyi, és ugye Papó mindig ezt mondta nekem, hogy nem akartok még egy ilyen jó nyitóbulit csinálni, mert akkor nála is tele lennének. Tehát, hogy sőt, és akkor a Tokajban is volt még diszkó, az egy jóval kisebb, ilyen szerényebb, ilyen 5-600 fős, és állítólag az is tele volt. Tehát, hogy ugye így nekiindultak a szombat estének, és annyira be volt hergelve a nép, ugye viszonylag jó, tehát szerencsés volt, hogy ott voltak a rádiónál, tudtunk egy jó rádiókampányt csinálni, tényleg olyan ötletekkel, ami tényleg így kívülről is egy ilyen felkeltette az érdeklődést. Tehát, hogy itt be lett hergelve a nép, és én azt gondolom, vagy én úgy remélem, hogy azt is kapták, amit gondoltak. Tehát, amikor idejöttek, akkor ilyen dolgokat találtak, hogy kubai táncosok voltak ketrecben, szerkezet, ami hát akkor ugye 90-es években még mindig azért a fele országot tartott, hogy egy étteremből 3 lámpával, meg egy magnetofonnal csináljunk diszkót, és akkor lehet, hogy az már egy jó üzlet lesz. Hát ez a történet egyébként rajtunk kívül, tehát a 90-es évek végére kicsúcsosodott, és hát onnantól ugye szépen így esett vissza. Tehát ilyen tömegdiszkót marad. Ez az, szerintem egyébként ez a szakmának ez a legérzékenyebb pontja. Tehát azért azt, hogy ezt minden szombat estét lerakja az ember több ezer emberrel, az egy irtózatos meló és egy irtózatos kétség hétről hétre. Tehát sose tudhatja az ember, hogy mi történik, miért nem jön ide valaki aznap este, mondjuk így. Ez a fekete lyuk volt. Tehát ez volt a révterem, egy ilyen igazi dühöngő, de ez komplet fekete volt. Ez úgy volt, hogy volt ilyen rozsdás üzemanyagos hordókat lerakasztunk ilyen matakkal, meg falával, meg homokzsák, meg ilyenek, és akkor ugye a DJ Bordiék nyomták a nagyon hondósat. Tehát ez itt, amikor már itt a nagyon belemerültet tolták egész este.
Szóval ugye ki akartak térni végül, és az összes diszkónak ez a Live Fanion, hogy hosszú időt azt tudott üzemelni diszkóként, ahol egyetlen tulajdonos van. Tehát a borzasztó sok pénz kell egy ilyenhez, és ugye nagyon sokan nem tudták ezt egyedül megtenni, és akik többen voltak, ott mindig gond volt belőle előbb-utóbb. Ahol meg egy tulajdonos volt, hát mai napig élő történet, ugye a Ózdi Rió például, tehát rá soha nem veszett össze magával soha. Ugye itt is gyakorlatilag érdekes az egész, ugye a problémája az nem maga a hely volt, hanem utána a tulajdonosok egymás közötti viszonya az levontatta az épületet.